Eldobott gumikesztyű és mézfoltok láthatóak ennél a puszta monostori vasúti átjárónál. Egy kerékpáros gázolt el itt egy Szolnokról 60-ba közlekedő esti személyvonat. A férfi állítólag többször is ittasan ült kerékpárra, és a piros jelzés ellenére hajtotta a sinekre. A vonat több méteren keresztül tolta maga előtt a tehetetlen testet. A férfinak semmi esélye nem volt a túlélésre. A vasútállomástól nem messze élő hölgy is hallotta a mentők kiérkezését, akik már nem tudtak a szerencsétlenül járt férfin segíteni. Tíz óra körül hallottam, hogy mentő vagy szirénázott, aztán meg beszédeket hallottam, de én semmi többet, Seki nem jöttem, se, nem is beszéltem, ugye éjjel, tíz óra körül lehetett ez, mikor ezt hallottam, hogy a nagyon üvöltött a mentő meg szirénázott, úgyhogy gondoltam, hogy valami történt valamelyik szomszéddal, vagy valami, de úgy... Kellő körültekintéssel megelőzhetőek lennének ezek a tragédiák. A MÁV vonalain ebben az évben eddig 47 baleset történt. Ez a szám 14-el több, mint az előző évben. Tizen meghaltak a balesetben, tízszer annyian, mint tavaly az év hasonló időszakában. 29 esetben gépkocsival ütközött a szerelvény, de kamion, teherautó és traktor is többször okozott balesetet. Három gyalogost, három kerékpárost és motoros pedig már nem lehetett megmenteni. A Kressz szerint tilos kerékpározásra alkalmatlan állapotban közlekedni. Az alkoholos befolyásoltság jelentős mértékben csökkenti a reakcióidőt, ezáltal fokozott baleseti kockázatot is jelent. Közlekedjünk óvatosan és körültekintően.